Örülök, hogy itt vagytok, és kiálltok a 92 éves néni mellett. Azt hiszem, hogy ez emberi kötelességünk, függetlenül attól, hogy ki hová tartozik, politikailag vagy ideológiailag. Ez az, ami összetart bennünket, és remélem, hogy sikerül megakadályozni ezt a kilakoltatást, mégpedig jogi alapon. Ez a néni devizahiteles. Azért akarják kilakoltatni, mert nem tud fizetni. Nem tudja fizetni azokat a megemelt részleteket, amelyeket, mint tudjuk, most már háromszoros, négyszeresére lehet becsülni, és amelyre egyszerűen nem találunk megoldást több százezer, esetenként több millió ember vonatkozásában. Ez a kormány nem hajlandó a bankokkal úgy szembesülni, hogy rákényszerítse őket a visszakozásra, és arra, hogy a megélhetésükért küszködő embereknek igazságot szolgáltasson, és ne tegye őket ki életveszélynek, mint jelen esetben ezt az idős asszonyt. Szüntelenül azzal hitegetnek bennünket, hogy majd megoldást találnak, csak megyünk el és tárgyaljunk mi a bankokkal. Akkor, amikor senkit nem fogadnak és elutasítanak, mert nem fizet. Innen úgy gondolom, hogy a devizahiteles néni nevében is követelnünk kell azt a mai magyar kormánytól, hogy álljon a sarkára, nyújtson be közérdekű keresetet a bankokkal szemben. Kényszerítse rá őket, hogy annyit kelljen visszafizetni, amennyit ténylegesen felvettünk, kiegészítve a mindenkori tisztességes kamattal, a Magyar Nemzeti Bank törvényes kamatával, és luszpassz. Azokat pedig, akiket megkárosítottak, kártalanítsák. Akik pedig belehaltak ebbe a herzehurcába, azokat pedig, a hozzátartozóikat, részesítsék kártérítésben és emberi elégtételben. Kárpótolják őket. Ezek azok a követeléseink, amelyeket idestova két éve megfogalmaztunk és következetesen képviselünk. Most megint itt van egy eset, hogy konkrétan valaki az utcára kerül, majdnem 100 évesen, azért, mert képtelen fizetni. Mi az Istenből fizessen, mondják meg! Hát nincs emberség ebben az országban! Mindig az embertelenség mellé kell kényszeríteni ezeket a szerencsétlen rendőröket? Szolgálunk és védünk így? Döbbenetes, ami itt folyik, emeljük fel a hangunkat ellene. Még akkor is, hogyha spontán ez a tüntetés. Akadályozzuk még ezt a kilakoltatást. Kiáltsuk együtt. Ne lakoltassák ki ezt az asszonyt. Ne lakoltassák ki ezt az asszonyt. Terroristák! Védjék meg az életét. Védjék meg az életét. Köszönöm, hogy itt vagyunk. És kiáltok.